Az idei évben ünnepli a Gödöllői Királyi Kastély 25. születésnapját, melyre a szervezők több meglepetéssel is készülnek. A születésnapi ünnepséget augusztus 15-én tartják, amennyiben az aktuális járványügyi szabályozások erre lehetőséget adnak. 1996. augusztus 17-én fordult elő először a kastély 300 éves történetében, hogy bárki számára kinyitotta a kapuit, előtte csak a királyi család, vagy a grasalkovics hercegi grófi család tagjai és vendégei léphettek be, viszont 1996-ban az első nyolc szobás kiállítás is megnyitotta a kapuit. Ennek a 25. évfordulóját ünnepeljük idén, számos programmal lesz műzikelest, koncertek, előadások, kiállítások, élménygyűjteményt várunk a látogatóktól, ezekkel ünnepeljük meg ezt a 25 éves évfordulót. Az ünneplés természetesen nem csupán erre az egy napra korlátozódik. Április 11 és 13 -a között például Ibolya napokat is tartanak. Sajnos a hagyományos nagy családi fesztiválunkat, amiket ilyenkor szoktunk tartani, nem tudjuk idén megtartani. Tehát nem lesznek bábelőadások, gyerekkoncertek, felnőtt előadások, kézműves foglalkoztatók, állatsimogatók. Ezek mind elmaradnak a Covid miatt. Ha van rá lehetőség, akkor a családok számára azonban elrejtünk a kastélyparkjában tojásokat meg lehet ezeket keresni, kis QR kódokat, amivel letöltve a kastélyhoz kapcsolódó érdekes történeteket lehet hallani, vagy a húsvéti szokásokat lehet megismerni a családoknak. Tehát azért próbálunk készülni, nyilván ahogy a helyzet engedi, olyan programok lesznek az Ibolyan akkor és húsvéti hétvégén a kastély parkjában. A kastély vezetősége továbbá egy élménygyűjteményt is szeretne létrehozni, amelyben a látogatók által kiemelkedőnek tartott kastély életérzést gyűjtik össze április mint pályázat kukac királyi kastély.hu e-mail címem. Felső tagozatosok és középiskolások számára pedig videópályázatot hirdetnek. A pályamunkákban a fiatalok gondolatait várják a 25 éves kastélyról.